Már évek óta megszokhattuk, hogy Monor városnak a főtere advent előtti első hétvégén már ünnepi díszbe öltözik. Ez így történt idén is, pénteken több százan voltak itt a kiállítás megnyitóján. Krucsó Laci mindig meglep minket valami érdekességgel, valami széppel, természetesen most is van mondani valója a kiállításnak. Mögöttem egy traktor, egy pótkocsival, illetve egy barkasz, egy platós barkasz található, amely meg van tömve ajándékokkal, mindenféle, a síléztől kezdve a síbakancsig, bicikliig, minden található ezen a két járművön, ami azt szimbolizálja, hogy szeretnénk, hogyha minden gyereknek, minden családnak a karácsonyfája alá kerülnének ajándékok, és a gyerekek megkapnák azt, amit valóban kérnek a Jézuskától karácsonyra. Bízunk benne, hogy így lesz, ezzel segítünk mi is különböző jótékonysági akciókkal is, például a cipősdoboz akcióval a Vigadóban, ahol várjuk advent harmadik vasárnapjáig a cipősdobozni jó szándék címmel az ajándékokat, amivel szeretnénk segíteni a rászoruló családoknak, hátrányos helyzetű családoknak, hogy valóban minden gyereköcnek legyen ajándék a karácsonyfa alatt. Ez a 16. adventi kiállítás, ugyan többször költöztünk más helyszínre, Laci kicsi virágüzletéből elköltöztünk a Vigadó épületébe, aztán a Covid ideje alatt költöztünk ide ki kültérre, és maradtunk is itt kültéren. Azt hiszem, hogy egy nagyon szép látványosság a város főterén. Nagyon sokan jönnek nem csak Monorról, hanem a környező településekről, sőt Budapestről is többen eljönnek megnézni ezt a kiállítást. Nagyon sokat dolgoztak vele a kollégák, Lacinak a munkatársai, illetve a fényeket a Vigadónak a munkatársai készítették, ők szerelték, tervezték. Bízunk benne, hogy nagyon nagy örömet sikerül az ideérkezőknek okoznunk. Várunk mindenkit nagyon sok szeretettel ide Monor város főterére.